Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. A következőkben egy olyan sportról fogunk beszélgetni, amely egyre népszerűbb Magyarországon. Már egy ősi sportról beszélhetünk, ha nem is mindig sportgyanánt űzték az emberek. Ugye a horgászatra gondolok természetesen, hiszen vendégünk Nagy Attila, a HOFESZ elnöke, akit köszöntök szeretettel, és nagyon örülök, hogy újra itt vagy, hiszen a szezon kezdetekor beszélgettünk utoljára, most pedig, bár nem szeretitek, ha én ilyeneket mondok, szezon végéhez közeledünk, mert azért a téli horgászat még annyira nem jellemző. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm, szervusz Csilla, üdvözlöm a kedves tévénézőket is. Nos, tehát, ha nem is sportszerűen, de azért a horgászat nagyon régen jelen van a világban, és nagyon sokan ismerik már, egyre többen csatlakoztak ehhez a sporthoz, pedig az utóbbi időben ez sem volt annyira nehéz. Ugye tudjuk, 2020-ban Magyarországon az idegenforgalom, de nem csak Magyarországon, hanem egész Európában elég nehéz helyzetben volt a horgászat, valahol az idegenforgalom része. Nálatok hogy csapódott le? Nagyon érdekes ez a történet a horgászat szempontjából. Ugye egy borzasztóan sajnálatos dolog, ami történik a világban, ugye a pandémiára gondolva. De egy biztosan kijelenthető, hogy a horgászat, mint szabadidős tevékenysége és mi sport, valamilyen szinten nyertese ennek a nagyon-nagyon szomorú helyzetnek. Ugye ez egy olyan tevékenység, amit azért azt szoktam mondani, hogy büntetlenül és mások veszélyeztetése nélkül lehet űzni a szabadba. Simán betartatóak azok a szabályok, amik ahhoz szükségesek, hogy egy ilyen vírus ne tudjon terjedni. És egyébként el kell mondanom, hogy ezt az élet is beigazolta, hiszen a horgászatot szerencsére Magyarországon nem tiltotta semmi a pandémia idején, és beigazolódott az a tézis, hogy ez nagyon helyes döntés, hiszen én nem tudok olyan komoly gócpontról, vagy akármilyen gócpontról, ami a horgászattal kapcsolatban alakult volna ki. Hogyha végignézzük a folyamatot, ugye engedélyhez kell jutni, itt találkozik bárkivel is a horgász? Igen, de ugye azokat a megfelelő lépéseket nyilván horgászszövetségi szinten, engedélyforgalmazói szinten mindenki megtette, amit természetesen meg kell, hogy tegyen ahhoz, hogyha emberekkel kommunikál. Ugye ez most egy kicsit, én azt mondom, hogy ilyen március-április környékén ez nekünk nagyon furcsa volt szerintem az életünkben. Tehát egy maszkot fölvenni, egymásra furcsán néztünk, hogy most ebbe fogunk mi kimenni az utcára, vagy ebbe fogunk leülni, beszélgetni. És az ember, hogy milyen nagyszerű élőlény, azért én azt gondolom, hogy kiválóan tud alkalmazkodni a körülötte lévő körülményekhez. És itt is ez történik. Tehát mindenki, aki szerintem tényleg úgy reálisan jó gondolkodó ember, az elfogadja azt, hogy nagyon nagy komoly veszélyhelyzetben vagyunk, védekeznünk kell, meg kell tennünk mindent azért, hogy magunkat, embertársainkat, hozzátartozóinkat védjük. És ezt meg is teszi mindenki, kollégáim szintjén is, tehát egy halőr ugyanúgy, amikor fellép a vízparton, ugyanúgy betartja azokat a megfelelő intézkedései folyamán megfelelő elvárt dolgokat, ami egyébként kell ahhoz, hogy biztonságosan tudjon mondjuk ellenőrizni, de ugyanúgy az irodában is ugyanezt történik, tehát a kolléganő, amikor mondjuk engedélyt ad valakinek ki, akkor természetesen ő ezt maszkba teszi a megfelelő távolság megtartásával, fertőtlenítőszer használatára megkéri ugye az ügyfeleket, a kedves vendégeket, amikor bejönnek az irodába. Én azt gondolom, hogy fegyelemmel viszonylag jó kezelhető ez a helyzet. Hát valamennyire, hogyha belegondolunk, kifejezetten egészséges sportról beszélünk, hiszen ugye azt mondjuk, hogy az immunrendszert kell erősíteni, ahhoz pedig nagyon jó a szabad levegő, és nagyon jó, ha megnyugszunk. Egy kicsit félretesszük a stresszt, félretesszük a híreket, a nem mindig boldogító információkat, sőt, és leülünk a vízpartra. Ugye szokott ez lenni baráti társasággal is, de hát elsősorban azért jobbára magányos sport a horgászat. Hát is. Én most azt mondom, most egy terápiás tevékenység, amit lehet úgy űzni a vízparton, hogyha nem is közvetlenül, azt mondom, egymás hegyén hátán horgászunk, tehát nem egymástól fél méterre ülünk le, de egymástól beszélgetési távolságban, de már biztonságos védőzónát betartva ülünk le horgászni, akkor kijelenthető, hogy semmilyen veszélyt nem hordoz magába, sőt, amit mondta, szerintem nagyon fontos, szokatlan volt szerintem mindannyiunknak az a szituáció, amikor bezárva találtuk magunkat a lakásainkba. Tehát amikor ugye az volt az elvárás és a kérés jogosan, hogy ne hagyjuk el a házunkat csak munkavégzés esetén, egyéb fontos dolog esetén,
Akkor mindenki azért próbált otthon ülni. No, de hát azért azt tudjuk, hogy a bezártság az nem egy szerencsés dolog az emberi léleknek. Tehát kell valami, ami űzhető ezen időszak alatt is. Tehát ki lehet mozdulni a házunkból, ki lehet menni a természetbe. Az se egy hátrány, tudom, nagyon szereted a halat, az se egy hátrány, hogyha az ember zsákmányol valamit, és esetleg otthon a családnak el is tudja készíteni. Szerintem ez nagyon fontos dolog egyébként, hogy egészséges élelmiszer is jut egyben az asztalunkra, már aki nyilván megeszi a halat annak az asztalára. Tehát én úgy gondolom, hogy úgy összességében egy nagyon pozitív dologról van szó. És mindez, amit elmondtunk, jelenti azt, hogy sokan horgáztak, tehát népszerű volt még ebben az időszakban, és az idei szezonban is a horgászat? Soha nem volt még ennyire népszerű. Tehát döbbenetesek a számok, tehát azt kell mondjam, hogy azt látjuk a horgász szervezeteknél, a jegykiadó részeken, hogy gyakorlatilag olyan engedélyek kerülnek elő, amik 10-15 éve, 5 éve pihennek, nem voltak kiváltva. Ugye hagyjuk a pénzt, dolgozunk naponta, mire nem jut idő, hát a szabadidős tevékenységre. Most ugye megállt a világ. Egy pillanatra, a másikra, stopp. Ahogy ez a stopp bekövetkezett, mi volt az első? Az emberek elkezdtek gondolkodni. Mi az, amivel hasznosan tölthetném, meg ki is tudnék kapcsolódni ezt az időszakot, amikor kényszer stopp van? Hát a horgászat rögtön elsőként előkerült. Döbbenetesek, amint mondtam, a számok, tehát 700 000 főt átlépte Magyarországon a horgászlétszám. Csak hogy érzékeltessem a különbséget, 6-7 évvel ezelőtt ilyen 350 000 regisztrált horgász volt Magyarországon. Tehát gyakorlatilag megduplázódott a horgászlétszám mostanra. Ez egy óriási fejlődés, nyilván ennek több oka van. Nem csak a pandémia, hanem az is, hogy mondjuk a rendszer úgy állt össze, hogy mindenki regisztrált horgásszá vált ebbe a rendszerbe. Tehát ez is benne van ebbe, de azért kétségkívül tapasztalható az, hogy rendkívül sok új horgász is van a rendszerbe, és rendkívül sok olyan, aki visszatérő. Országosan engedélyezett volt folyamatosan a horgászat, tehát a sok korlátozás a horgászatot nem érintette, azért ez is egy nagy előny. Hát szerintem ez nemzetgazdasági szempontból kifejezhetetlen. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy a horgászatnál mindig azt szokták mondani, hogy 1 forint közvetlen horgászatba befektetett összeg, 40 forint egyéb vonzattal rendelkezik, tehát üzemanyag tankolás a benzinkuton, étterembe való étkezés, boltba való vásárlás, tehát csónakbérlés. Tehát millió olyan dolog, ami ugye gyakorlatilag hozzácsatolódik ehhez a tevékenységhez. Ha belegondolok abba, hogy ezen időszak alatt komplett ilyen szabadidős ágak nem álltak meg, szolgáltatási ágak nem álltak meg, nem kerültek végveszélybe. Ez nagyon fontos kijelenteni, mert mondjuk azért egy idegenforgalmi forgalomba dolgozó szakember, akihez nem nyitják rá az ajtót, nem mennek be, az azért tud pillanatokat olyan helyzetbe kerülni, hogy gyakorlatilag végveszélybe kerül a vállalkozása. Úgyhogy önhibáján kívül. Na most azért én szerintem rengeteg munkahelyet, rengeteg megélhetést mentett meg a horgászat ebben az időszakban. És a külföldön is népszerű volt a magyaroknak ezen hozzáállása? Fú, hát ez egy sikertörténet. Tehát az Angol Horgászszövetség például, ugye a Magyar Horgászszövetséghez fordult, hogy milyen módon tudták elérni azt a magyar kormánynál, hogy gyakorlatilag szabadon végezhető tevékenység legyen a horgászat pandémia idején. És ugye hát a Magyar Szövetség ezeket az érveket az Angol Szövetség elé tárta. Az Angol Szövetség ennek hatására ugye az angol kormány elé tárta ezeket az érveket, és az angol kormány ugyanúgy végig gondolva, hogy a magyar kormány végig gondolta ezeket a kéréseket, megfontolta ezt a dolgot, és örömmel ki lehet jelenteni, hogy Magyarország hatására is Angliában jelen pillanatban engedélyezett a horgászat a pandémia idején. Beszéltünk arról, hogy engedélyhez kell jutni, kell a vízfelület természetesen, de ahhoz, hogy ez a horgászat élvezetes és eredményes legyen, ahhoz szervezeteknek sok előmunkára van szüksége. Például halak kellenek, kell az ivadéknevelés, illetve kell a vizek feltöltése. Ezek ebben az időszakban jól alakultak? A legnagyobb problémánk a víz. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy halat szakemberek nem halat tenyésznek, halat csinálnak. Tehát halat csinálni gyakorlatilag lehet, hogyha adottak azok az alapfeltételek, amik ehhez kellenek. A legfontosabb a hal esetében kétségkívül víz. Tehát ennélkül nagyon nehéz halat termelni. Ugye mindenki tudja, hogy nagyon változik az éghajlatunk, és ennek sajnos ilyen szempontból nem a nyertesei vagyunk ebben a régióban. Tehát hirtelen ilyen árvízszerű csapadék megjelenések vannak ugye a területünkön, ami nem szerencsés, hiszen betárolni nagyon keveset tudunk belőle, kevés a víztározónk, nem is erre épültek ezek a víztározók, mert nem ez volt a helyzet 20 évvel ezelőtt vagy 30 évvel ezelőtt.
És kimondható az ugye, hogy nagyon sok víz átfolyik Magyarországon úgy, hogy nem tudjuk megtartani. És ez bizony érzi a haltermelés, érzi a horgászat, érzi a vízes turizmus bármelyiket, tehát a vadvíz élvezéstől kezdve bármi, ami vízen történik. Hát ebben most látjuk azt, hogy az egyébként rendkívül kiváló magyar vízügyi szakemberek, azok tényleg nagyon-nagyon dolgoznak azon, hogy ezeket a tározó kapacitásokat bővíteni tudják. Itt például a Fehérvár csúrót rögtön meg kell említenem, hiszen az a nagyon nagy rekonstrukciós munka, ami ott zajlott, az pont ezt a célt szolgálja, hogyha hirtelen levonuló árvizeket meg tudja fogni, Fehérvárt is mentesítve a hirtelen árvíznek a veszélyeitől, és ezt pont ezért alakítják így át, és még több ilyen várható a jövőbe, ahogy én hallottam vízügyi szempontból. Bízok a magyar vízügyi szakemberekbe, úgyhogy jó irányba haladunk. Tehát volt hal bőven, tudtátok tölteni a tavaitokat, vizeiteket? Tudtuk, de nem mindig a megfelelő időpontban. Ezt már a táci nevelő egységünknél tavasszal tapasztaltuk, hogy szeretnénk mi gyakorlatilag vizet tenni a rendszerbe, hogyha mondjuk a Malom csatornában nem tudunk kiemelni. Tehát igazából azt mondhatom, hogy normalizálódott a helyzet, mert azért voltak ezek a hirtelen levonuló csapadék anomáliák, ebből azért tudtunk vizet nyerni, de nem mindig akkor, amikor mi szerettük volna. Erre majd jobban fel kell készülnünk, és igazából tanulnunk kell nekünk ezt a szakmát. Tehát mi ugye horgász szervezetek vagyunk, nem szabad azt hinni, hogy mi perfekt haltermelők is vagyunk, viszont abban az irányban mozgunk, hogy azok legyünk. Tehát tanuljuk ezt a szakmát, nagyon jó halasszakemberekkel vagyunk kapcsolatban, napi szintű kapcsolatban, őtőlük szeretnénk tanulni, és tanulunk is tőlük, és úgy gondolom, hogy pár éven belül nagyon komoly termelőkapacitást tudunk kialakítani. Tőletek tanultam már, hogy azért ilyenkor nagyon kell vigyázni a vízminőséggel, a pontos időpontok betartásával, egy hali vadéknevelés tekintetében. Azért ilyen problémátok nem volt? Tehát a vízminőség, amihez hozzájutottatok, az megfelelő? Csak ilyen problémánk volt. Tehát gyakorlatilag, amikor egy élő szervezet elkezd növekedni egy vízi közegbe, az hatással van magára a vízi közegre is. Ebből kifolyólag nem feltétlenül a vízminősége, amit mi beletáplálunk ebbe a rendszerbe, nem feltétlenül az okoz gondokat, hanem az is okozhat komoly gondokat, hogy ez a halfauna benne az összes többi egyéb állatkával, rákocskákkal, planktonokkal, algákkal, ez hogyan tud együtt szimbiózisban működni, együtt létezni, élni. És bizony, ez egy nagyon törékeny rendszer, ezt megtanultuk. Tehát naponta kell monitorozni a vizeket, naponta látjuk azt, hogyha barnul a víz, zöldül a víz, kékül a víz, az mit jelent, hogyan kell beavatkozni, mik azok a sürgős lépések, amiket meg kell tenni. Ezt azt szoktam mondani olyan, mint amikor egy jó vadász már messziről tudja azt, hogy az a vad az merre lehet az erdőben, nekünk előre kell gondolkodni, ugyanígy a halneveléssel kapcsolatban. Amikor látjuk a picike jeleket, az apró jeleket, arra rögtön reagálni kell. Azért kihívás, de hát menni fog ez majd. Én szeretem a kihívásokat, a kollégáim szintén, szenzációs kollégákkal tudok együtt dolgozni a szervezetnél. Én azt gondolom, hogy kis túlzásra meg tudjuk váltani a világot, és eddig is ezt látom a számokat tekintve is, amiket a szervezet produkál, a létszám növekedést tekintve is, amit nagyon fontos elmondani, tehát 9000 főről több mint 34 ezer főre nőtt a szervezet létszám a pár év alatt. Tehát én azt gondolom, hogy az emberek díjazzák az erőfeszítéseinket, és tényleg azt látom, hogy érdemes csinálni, mert kapunk visszajelzéseket, jó visszajelzéseket. Említetted már a csurgói víztározót, erre mindenképpen rá szerettem volna kérdezni, hol tart a környék rendezése a horgászok szempontjából nyilván. Gyakorlatilag maga a tómeder átalakítás az kijelenthető, hogy megtörtént. A mi szempontunkból vannak még befejezetlen részek, tehát horgász szövetségi szempontból. Egy csodálatos 40 férőhelyes kikötőt alakítunk ki, nagyon-nagyon szép lesz, nagyon-nagyon, tényleg azt mondom, 21. századi kikötőt, és egy épületet és egy rendezvényteret is felépítettünk közvetlen a kikötő fölött. Ez méltóképpen fogja kiszolgálni ezt a tározót, tehát mindenféle horgászrendezvényt, és gyakorlatilag nem csak horgászrendezvényt, minden más civil rendezvényt is adott esetben ezt ki tud szolgálni. Én azt hiszem, hogy a helyiek is látni fogják, meg az ide látogató vendéghorgászok is, hogy döbbenetes változások történnek a tározó körül. Ez egy része a mi munkánk eredménye, a másik része viszont a vízügyi átalakítások eredménye. Mit tudsz mondani a palotavárosi tavakról, itt Székesfehérváron? Hát ez ilyen kis gyöngyszem nekünk. Most volt a hétvégén a záróversenyünk, az évad záróversenyünk, és nagyon büszke vagyok, mert annak ellenére, hogy azért imittam, ott meg lehetett fagyni, olyan idő volt, több mint másfél tonna halat fogtak a versenyzők. Én azt gondolom, hogy ez egy ekkora tavon, ez rendkívül szép teljesítmény. Volt olyan kislány, aki
tényleg nagyon fiatal volt még, de több 10 kg halat zsákmányolt, és meg is nyerte a kategóriáját. Tehát én azt hiszem, hogy ez a tó, ez egy ilyen kis generátor, én azt szoktam mondani, hogy ez arra jó, hogy aki szeretne igazi élményeket szerezni a horgászatba, akár kezdő horgászként, akár gyakorlott horgászként, az ide kijön, és viszonylag rövid idő alatt azt gondolom, hogy jelentős horgász élményekhez tud jutni. És ez nagyon fontos. Ezt mindig ki szoktam emelni, hogy horgász nemzedéket úgy tudunk nevelni, hogyha tudunk nekik élményt adni. És hogyha egy kisgyermek 4 napja horgászik, már akár a Balatonon, akár a Dunánon egyébként csodálatos élményeket tud szerezni, hát nehéz ezt 6-7 éves korban megmagyarázni, milyen gyönyörű nap felkelte meg a naplemente, amikor mondjuk egy kapása nem volt 4 nap alatt. Természetesen ezeken a vizeken sem így van ez, de adott esetben lehetne. És én azt gondolom, hogy az ilyen pici, intenzív vizek, azok pont arra szolgálnak, hogy megalapozzák a kedvet a következő horgász társadalomnak, vagy a következő régiónak. Tudtatok táboroztatni az idején? Tudtunk, több turnusba, szerencsére egyre nagyobb számba, már azt mondhatom. Sőt, amire nagyon büszke vagyok, hogy olyan horgász nemzedékeket neveltünk már ki versenyhorgászat szempontjából, ez is ugye gyengém, és olyan nemzedékek kerültek már ki a horgásztáborainkból, hogy most már folyamatosan magyarországos bajnokságokon szerepelnek, folyamatosan jól szerepelnek, dobogós helyezéseket érnek el, és tényleg ez egy nagy büszkeség, és itt is meg kell említenem segítőinket, és nem csak a kollégáinkat, tehát több olyan önzetlen segítőnk van, aki gyakorlatilag idejét, energiáját, mondhatom még talán pénzét sem sajnálva, jön és oktatja a gyerekeket, tanítja a gyerekeket, ellátja a gyerekeket, tényleg minden köszönet az övék és kollégáim. Megváltozik a palotavárosi tava környezete is, hiszen ott is munka indult tavasszal. Itt nagyon szerencsés volt ez a dolog a mi szempontunkból, tehát mi azt látom, hogy egy ilyen jó közös gondolkodást tudtunk véghez vinni a város vezetésével. Minden tekintetben nagyon jól együtt tudunk működni, és nagy szerencsénk volt azzal, hogy a városvezetése ugyanúgy fejleszteni szerette volna ezt a területet, hiszen ők is azért felismerték az ebben rejlő lehetőségeket. Ez egy ilyen kis tüdeje lehet a városnak gyakorlatilag, mint akár a Halászligetet, hogyha említeném, ugye kicsibe másik részén a városnak. Itt azért egy lényegesen nagyobb átalakítás történt, lényegesen több lehetőséget fog nyújtani az ott lakóknak, a kilátogatóknak, a horgászoknak, nem horgászoknak, kutyát sétáltatóknak, tehát mindenkinek, aki szeretné kintölteni az idejét a szabadba, ez egy ilyen multifunkciós tér lesz, beleértve remélhetőleg ugye a halünnepeknek a rendezvényterét, amik most már mondhatom, hogy tényleg tradicionális rendezvényről beszélünk, még egy nívósabb helyen lehet majd megrendezni, ugye az idei évben sajnos ez is elmarad, mint szinte minden Magyarországon, ami rendezvény volt tavasszal, de jövő évben minden esélyünk megvan rá, hogy esetleg, hogyha leküzdjük ezt a vírust, akkor azt is meg tudjuk rendezni. Beszéljünk egy kicsit a pátkai víztározóról is, hiszen ott is voltak változások. Amikor utoljára beszélgettünk róla, akkor szóba jött, hogy akár csónakos tóvá is alakítható. Nagyon nehéz a helyzet a csónakos horgászat tekintetében. Amikor magas a vízállás, akkor meg lenne a lehetőség. Most viszont azt mondom, ha bárki kilátogat a tározó partjára, akkor azt mondja, hogy nincs meg lehetőség. Most jelen pillanatban ez a realitás, amit ugye beszéltünk, hogy gyakorlatilag bizonyos tározók nagyon-nagyon kevés vizet tudnak kapni, és azt is jellük és hullámszerűen. Ez nem segíti azért a csónakos horgászatot, a csónakos egyéb időtöltést a vizeken. Én azt gondolom, hogy egyelőre ezzel még várni kell. Tehát ez még nem. Tehát ahhoz, hogy ne zavarjuk egymást, tehát a parti horgász ne zavarja a csónakos ne zavarja a partit, ezt egy stabil magas vízszintnél tudnám csak elképzelni. Akkor már megvannak azok a távolságok, hogy tényleg nincsen probléma belőle. Most jelen pillanatban sajnos ez teljessége kivitelezhetetlen, viszont amit nagyon szeretnénk ezen a tározón, a nyugati oldalt, ugye a pátkával szembeni oldalát a tározónak, azt nagyon szeretnénk jobban kinyitni a horgászok felé. Itt folynak komoly tárgyalások abban, hogy tudjunk kialakítani legalább 40 darab olyan helyet, ami azért minőségi horgászhely tud lenni. És ez egy nagyon jó kis része a tározónak, mert ott vannak egyedül fák, tehát olyan fák, amik árnyékot adnak. Én azt is azért szoktam mondani, hogy azért 35 fokos kánikulában azért megnézi az ember, hogy hol megy horgászni. Tehát ez a rész azért, ez már olyan rész lesz, ahol tényleg azt mondom, hogy komfortosan lehet majd a szabadidőt eltölteni. Tehát mindenképpen haladunk a fejlődés irányába a pátkai tározóval is, csak ott kisebb lépésekkel tudunk haladni. Tehát ott jobban meg van kötve a kezünk, jobban a vízügyi szempontok dominálnak, mint a horgászati szempontok teljesen érthető módon. Tehát haladunk, csak pici lépésekkel. Beszélünk el a Dunáról is, hiszen pár éve a Hofesz egy nagyobb dunai szakaszt is tudhat magáénak, legalábbis kezelendő. Mi a helyzet a Dunán?
Hát ugye mindig elmondom, hogy nekem szívügyem a Duna. Tehát én egy csodálatos folyamnak tartom. A Dunán most volt egy központi dunai értekezlet. Ott minden hasznosító, horgászati hasznosító jelen volt, magunkat is beleértve, és a társhasznosítónkat, a HVDS-t is. Ott nagyon sok dologba lefektettünk közös alapokat, közösen gondolkodtunk, és gondolkodunk továbbra is. Ez már nem most kezdődött el, egyébként több évvel ezelőtti kezdeményezés, hogy ha már egy folyóról beszélünk, akkor nem lehet ezt tagoltan kezelni. Tehát nem lehet egy 20-30 kilométeres szakaszát kiemelni, és másképp gondolkodni rajta, mint mondjuk az egész folyón. És itt hadd említsem meg azt, hogy kezd kialakulni egy közös kormorán stratégia a folyón. Ezt mindig el kell mondanom, hogy szeretjük mi a madarakat, szeretjük mi az állatokat, de amikor egy ilyen inváziós faj jelenik meg bárhol a világba, akkor az olyan szintű kártéteményt okoz, amit azok az emberek, akik ezt nem látják, föl se tudják fogni. Tehát ez az állat, ez olyan szinten pusztítja alatt a Dunából, hogy gyakorlatilag semmi az nem hasonlítható. És ebbe is egy összefogást igényel a jövő olyan szempontból, hogy ebbe tudjunk lépni, természetesen a haltelepítések tekintetében is, és ami nagyon fontos, a halőrzést összehangolni. Tehát hiába van egy szakaszon adott esetben erős halőrzés, hogyha a másik szakaszon gyengécske, akkor ugye azok az emberek, akik a tilosba szeretnének járni, akkor majd orientálódni fognak azokra a szakaszokra, ahol gyengébb a halőrzés, de nekünk nem ez a célunk. Nekünk az a célunk, hogy a Duna, mint olyan, egy csodás égköve Magyarországnak, az gyakorlatilag mindenhol védett legyen. Látod az esélyt az összefogásra? Nem csak, hogy látom, hanem ez tevőlegesen meg is valósul. Én azt gondolom, hogy nagyon napsütéses időszak következik a Duna szempontjából. Ezt már tapasztalhatják a horgászok egyébként eddig is, hiszen a kereskedelmi halászat megszűnésével én azt gondolom, hogy annyira drasztikus mértékben megnőtt a halálomány nagyon rövid idő alatt, amire még eddig nem volt példa az elmúlt pár tíz év alatt. Én azt gondolom, hogy ha ez ilyen ütemben halad előre, és ilyen ütemben megy tovább, akkor az egyik legkomolyabb horgász turisztikai célpont lehet a Duna. És ezt mi fel is ismerjük szövetségként, mert nem csak mi, hanem társegyesületeink is gyakorlatilag olyan horgász turisztikai beruházásokat eszközölnek a Duna parton, amik mind azt szolgálják, hogyha valaki szeretne a Dunát kipróbálni, ott szeretne horgászni, akkor legyen szállás, minőségi szolgáltatások, csónak, hozzáférési lehetőség, stb. Hogyha figyelnek bennünket olyanok, akik nem ismerik annyira a horgászat hátterét, akkor nem értik, hogy miért nem kérdezek rá a Velencei Tóra. Ez azért van még mindig, mert hogy a MOHOS-hoz tartozik. Többször volt már szó arról, hogy a HOFESZ-hez kerüljön. Bármi történt ez ügyben az elmúlt időszakban? Arról nem volt szó igazából, hogy önállóan a HOFESZ-hez kerüljön a tókezelési joga. Ezt a Magyarországos Horgászszövetség kezeli, ezt a csodálatos vizet. Itt olyanról volt szó, hogy mi szívesen becsatlakoznánk, ugye helyi erőként, hogy így mondjam, székesfehérvári erőként a tó kezelésébe. Ezt többször ki is nyilvánította az Országos Horgászszövetség is, hogy ők is ezt abszolút elképzelhetőnek tartják, ezt az együttműködést. Egyelőre még azt mondom, hogy ilyen előtárgyalási szintek voltak ebbe az ügybe. Nyilvánvalóan itt nem nekünk kell kimondani a következő szót. Itt a labda nem nálunk pattog, itt egyértelmű, hogy a Horgászszövetség az, aki jogosult, mint hasznosítója a vízterületnek, esetleg bevonni bennünket ebbe a hasznosításba. Ez tevőlegesen idáig még nem történt meg, mindesetre mi állunk elé a feladatnak, hogyha ez esetleg megtörténhet. Azt láthattuk, hogy népszerű a Velencei tó is a horgászok számára. Én azt gondolom, hogy egy ilyen vizet nagyon meg kell becsülnünk, ami Európa szinten ritka. Tehát ez egy sekély vízű tó, nagyon tagolt, ugye telenádasokkal. A Balatont ugye azért szeretjük, mert hatalmas, gyönyörű víztükre van, nagy tóról beszélünk. A Velencei tavat azért szeretjük, mert egy tagolt, nádasokkal tagolt víz, ami szintén egy unikum gyakorlatilag az egész Európában. A Dunát ugye tudjuk, miért szeretjük. Tehát mindegyiknek megvan az a sajátossága, ami miatt egy horgász, vagy akár csak egy turista fel tudja keresni. Én arra biztatok mindenkit, hogy kezdjen el horgászni, és keresse fel ezeket a vizeket. A beszélgetés végén egy percünk maradt egy csodára, mert nem bírom ki, hogy ne hozzam fel. Sajnos most éppen nem látják, akik velünk vannak, ami a parkolóban áll, amivel te érkeztél egy csodával, nem is tudom, hogy szabad-e autónak nevezni, úgy hétköznapian, mivel is jöttél? Ez egy régi Cadillac DeVille autó, ami egyébként értékét tekintve nem egy nagy értékű autó, viszont gyönyörű. Tehát egy monumentális, gyönyörű autó. Én szeretem ezeket az autókat használni, ugye ilyenek javításával is foglalkozunk.
És szerettem ezeket használni, mert gyakorlatilag egy kicsit őrizzük a technológiai múltunkat, kicsit meg tudjuk mutatni a mostani embereknek, hogy gyakorlatilag mi volt mondjuk a 60-as, 70-es vagy az 50-es években az utakon, és én azt látom, hogy nagyon élvezik ezt az emberek, még a gyerekek is. Gyorsan a női részét elmondom, gyönyörű hófehér, krómozott élekkel és egyebekkel, piros belsővel, kabrió, természetesen mi lenne más, és akkor tőled kérem az adatokat, mint a hossza. 5 méter 70 centi. Tessék elképzelni már, hogy milyen autóról is beszélgetünk éppen. Motor teljesítmény? 345 lóerő, nem kell vele szégyenkezni, mai világban sem. Köbcenti? 7000. Az utazó sebesség? Hát én azt mondom, kényelmesen ez a 120 környéke mondjuk egy autópályás menetben, tehát ott nagyon kényelmes. Na jó, megkérdezem a fogyasztást is. Én azt mondom, hogy ilyen 15 és 20 liter között, tehát láptól függően, ami szerintem nagyon nem tekinthető soknak az autó teljesítménye, köbcentie és a súlya alapján. Ugye azért el kell mondani, hogy ez 2,3 tonnás autó, és ahhoz képest én nagyon sok mostani modernnak mondott autót látok, amelyik ugyanezt az üzemanyagot elfogyasztja. Tehát találkozhatunk vele a városban. Én szeretném használni, jó idő van mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Köszönöm én is. Kedves nézőink, Fehérvári Beszélgetések című műsorunkban Nagy Attila, a HOFESZ elnöke volt a vendégünk. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!